Tisztelettel köszöntöm Önöket a 23. Csuta Békési Nemzetközi Művésztelep idei záró kiállításának megnyitó ünnepségén. Azt mondtam, hogy az időjárás segítségével gondoskodtunk a forró hangulatról, de nagyon remélem, hogy ami itt bent történik, az még tovább forrósítja a hangulatot, és azoknak is melege lesz, akik egyébként remekül bírják ezt a hőséget. Rögtön az elején, még mielőtt mindenféle hivatalos megnyitó szöveget mondanék, szeretném Önöknek bemutatni Klenyán Csaba, lisztdíjas klarinét művész urat, akit arra kértem, hogyha mondjuk 3-4-5 percnyi ideje van, akkor itt rögtön melegítse föl a hangulatot és varázsolja el a közönséget azzal a hangszerrel, amely az ő kezében található, és állítólag ősi magyar hangszernek is tekinthető. Csaba a fél világot, hanem az egészet bejárta szólistaként és kamarazenészként, és nagyon-nagyon sokan úgy tekintenek rá, mint a világ egyik legjobb klarinétosára. Remélem, hogy ezt most be is tudja nekünk bizonyítani, és azt is tudom, hogy akik este ott lesznek a művésztelepen, egy pici koncertet is hallhatnak, hogy Csabát még mire fogom kérni, azt majd Önök ugyanúgy hallani és látni fogják, mint én. Klenyán Csaba. Állítólag a varázslat az így kezdődik. Én nem tudom, Önök jobban tudják.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, kedves vendéglátóink és támogatóink, tisztelt művészek és művészetbarátok, kedves Csuta Gyuri és családod valamennyi tagja. Az idei Csuta Nemzetközi Művésztelep semmiben sem különbözött az eddigiektől. Csupa derűs, alkotásra kész művész vágott neki annak, hogy ismét megmutassa a városnak és a világnak, hogy hol tart képzőművészeti fejlődésében, és milyen alkotásokkal gazdagítja a vizuális kultúrát. A 23. Csuta Nemzetközi Művésztelep mégis minden másban különbözött az eddigiektől. Nem nyomasztotta semmiféle megfelelési kényszer súlya, nem kellett arra gondolnia, hogy valami különleges jubileum van, elég volt csupán önmagára figyelnie. Például arra, hogy a 21 éves művésztelep azonos a fiatalsággal, a szertelen jókedvel, s mindazzal, ami ezt az életkort jellemzi. A 21 az olyan, mint a 2 az 1-ben. Van benne már élettapasztalat, s még igazán benne van a jövő. Ez megengedi a kellő lazaságot, teret enged a humornak, s még az erősebb tréfákat is eltűri. Ám érzékeny, s lélekkel teli, hiszen mindenki ott akar lenni a legjobbak között, s mindenki első akar lenni az egyenlők között. Szép és fiatal, friss és ropogós minden itt készült műalkotás, és mindegyikben ott van a 2 az 1-ben, a tehetség és a személyiség. A 21 éves 23. művésztelep önmagában is 2 az 1-ben. Alkotni és elbújni a kíváncsi szemek elől, és megmutatni a kész műveket, láttatni a képek mögötti alkotó személyiségeket. Ez itt és most a legszebb képzőművészeti halpiac, amelyen mindenki megtalálhatja a neki legjobban tetsző színes csodát, és vagy akváriumban, vagy trópusi tengerben képzelheti magát. Az idei téma a hal volt, annak minden létezhető nyelvi és szürreális valóságában. A művésztelep megnyitóján a következőket mondtam. Hallatlan és halhatatlan gondolatokat nem tudok veletek megosztani. Nincsenek haláli jó vicceim sem, és nem készülök a halhatatlanok társulatába sem. Hallomásból hallottam viszont, hogy nagyon hálásak vagytok a halas téma hallatán. Most itt a remek alkalom, hogy csak halat adjatok az éhezőknek, sem halászni, sem horgászni nem kell őket megtanítani. A héten ezért ne hálásak, hanem halasak legyetek. Vagyis mutassátok meg, hogy ki a legszebb nyúl a halpiacon. Sülve, főve, ülve, állva, halkéssel vagy bárdal várva, csapjatok le a témára. Fessétek meg sületlenül, csúszva, mászva, ügyetlenül, kipecázva, beszákozva, vízben úszra, partra vetve, belerakva fürdőkádba, diszkén, tortára keveredve, magatokat a témába belevetve. A magyar nyelvben több a hal, mint a halban a nyelv, így a nyelvi leleményeteknek csak az óceán lehet a határa, a festészetinek meg csak a vászon kerete. 2 az 1-ben csak az egyik téma, amiről érdemes beszélgetni. Valakitől azt olvastam, hogy van még néhány téma, amiről érdemes beszélgetni. Például szabadság, szerelem, film, zene, színház, étel, ital, nők, foci, szivar, férfiak, bor, humor, kert, tenger, hit, hűség, őserdő, desszert, oázis, ház, sakk, hegy, közélet, család, autó, válás, műkincs, gyerek, lakás, sport, irodalom, utazás, remény és szeretet. Ez a valaki önmagában is 2 az 1-ben, és nagyon szeret beszélgetni. Kepes András író, újságíró a vendégünk, aki azonos dr. Kepes András egyetemi tanárral, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola kommunikációs és művészeti karának dékánjával. A 23. Csuta Nemzetközi Művésztelep záró kiállításának megnyitására felkérem Kepes Andrást. Leveszem, mert nem érem föl. Köszönöm. Jó föltette a lécet Béla, úgyhogy egy ilyen veretes, jól felépített beszéd után az ember szabadon elkezd beszélni, az bátorság kérdése. Megpróbálom megbirkózni vele.
Gondolkodtam rajta egyébként, mert nagyon örültem és nagyon megtisztelő a meghívás, hogy én nyissam meg ezt a tárlatot, és tulajdonképpen egyszerre zárok és nyitok, mert ugye bezárjuk a művésztelepet, és kinyitjuk a kiállítást. És gondolkodtam, hogy miről lenne érdemes beszélni, tehát hogy csoportosítsam a gondolataimat. Most úgy döntöttem, hogy elmondok önöknek például egy olyan magánjellegű titkot, amit szerintem ebben a városban nagyon kevesen tudnak, hogy én Békés Csabai származású vagyok. Ugye? Tudnilik az én dédnagyapám volt a tulajdonosa a Braun gőzmalomnak, tehát biztos van, aki itt ismeri, tehát ott a Litkei és a nem emlékszem milyen sarkán, milyen utca sarkán, ott volt egy gőzmalom. Tehát ez volt ugye a városnak az egyik, nem egy túlságosan nagyméretű, de ez volt a városnak az egyik ipari csodája, és az én dédnagyapám volt a molnár, ővék volt a malom, aztán már a nagymamámat azt Egerbe vitték férhez, úgyhogy a család úgy elszakadt, de a mai napig van ilyen másod-harmaduk unokatestvérem, aki itt él Csabán, és az én gyerekkoromban ez, hogy a Csaba így, a Csaba úgy, az ugye ilyen állandó közbeszédtárgya volt, úgyhogy nagyon sokat forogott a család anekdóta kincsében. Na, a másik dolog, amiről szívesen mondanék néhány szót, ez maga a hal. Tehát úgy gondolkodtam rajta, hogy nekem arról, hogy hal, mi jut az eszembe, és hát természetesen mondjuk az egyik képen is felfedezhető, hogy a hal, mint a kereszténységben Krisztusnak a szimbóluma, ami ugye a görög nevéből jön a halnak, vagy az elnevezéséből, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, a megváltó. De hát más kultúrákban is például a hal elég gyakran előfordul, tehát mondjuk nem tudom, talán kevesebben tudják, hogy például az egyiptomiaknál az Osiris Isten fallosza egy hal volt, és egyébként ez a sikamlós téma egyébként más kultúrákban is általában megjelenik, tehát például az olaszoknál a kisfiúknak a fütykösét azt Pesolinónak, halacskának nevezik, de mondjuk a buddhizmusban is jelen van a hal, tehát Buddha lábán például a hal az a vágytól való megszabadulást jelenti, de a legérdekesebb élményem az utazásaim során az volt, amikor Mongóliába megérkeztünk, és ottani magyar ismerőseink mesélték, hogy leültek az egyik folyópartra horgászni, és már éppen kifogtak egy halat, amikor egyszer csak ellovagolt mellettük egy mongol ember, a vállán egy birkával, ledobta eléjük, és azt mondta, hogy ezt egyétek, ne bolygassátok a halakat és a folyóvizét. Hogy tudnilik, Mongóliában nem lehet horgászni, nem lehet halat fogni, még mosakodni se lehet a folyóban, csak annyira, hogyha kiemelnek egy kannával a vízből, és azt egy külön edényben használják. Nos, a harmadik dolog, amiről esetleg egy pár mondatot mondanék, mert ebben a hőségben nem is illik sokáig beszélni, az én személyes kötődésem, családi kötődésem a képzőművészethez. Két jelentős képzőművész volt a családban. Az egyik Kepes György, talán van, aki ismeri a nevét, többen bólogatnak. Ő ugye Csók tanítvány volt, tehát Csók István növendéke volt a 20-as évek végén. Ez valószínűleg a képzőművészeti főiskolának, akkor még úgy hívták, hogy főiskola, az egyik legtehetségesebb, legizgalmasabb osztálya volt. Vajda Lajos, Kornis, Hegedűs, Trauner, Kepes, ezek voltak az osztálytársak. Ők aztán a jelentős részük Csók tanácsára elhagyták az országot. Ez egy borzasztó szomorú időszak, ugye arról szól a dolog, hogy valaki kinevel egy nagyon tehetséges osztályt, majd végignéz azon a társadalomon, amiben él, és azt mondja nekik a végzős, legtehetségesebb diákjainak, hogy ő azt gondolja, hogy ő nekik ebben az országban nem nő fű, mondja ezt Csók István. És azt mondja, ha ő tényleg valamit az életben el akarnak érni, akkor menjenek külföldre. És így kerül ki külföldre mondjuk a nagybátyám, akiből aztán az Egyesült Államokban, ugye világhírű professzor és médiaművész lett, először Berlinbe ment, akkor már többen ott voltak, tehát Moholy nagy meghívására kezdett fotóval, filmmel foglalkozni, Traunerből Oscar-díjas világhíres díszlettervező lett részben, Párizsban dolgozott hosszú ideig részben, Hollywoodban, és így tovább, és így tovább.
A másik, aki, de mondjuk csak úgy jellemző rá, hogy mi az, hogy a művészetnek értéke van. Tehát amikor az ember elkezd rajta gondolkodni, hogy melyik kép az, melyik értékes, melyik számít fontosnak, melyik kevésbé fontosnak. Amikor a 60-as években nagybátyám először jött Magyarországra, és egy ilyen kis táskát hozott magával, és akkor a Vámos föltette a szokásos kérdést, hogy mit hozott ajándékba. És mondta a nagybátyám, hogy hát két képet, amit én föstöttem. És akkor kérdezte a Vámos, hogy így végignézett rajta, hogy mit ábrázol? Mondta a nagybátyám, hogy hát tulajdonképpen semmit. Hát ilyen fények vannak, meg festék van, meg színek vannak rajta. Mondta a Vámos, hogy megnézni. Belenézett. Fog örülni a család. Gondolta magába, hoztál volna inkább farmer nadrágot. Na most akkor simán be lehetett hozni ezt a két képet, az egyik az enyém lett szerencsére, a másik az édesapámé. Majd néhány évvel később, amikor már volt egy nagy kiállítás, és tudták, hogy a kép mennyit ér, akkor még már olyan magasra taksálták, nem tudtuk kiváltani a vámból. Tehát ugye valaminek az értéke az, hogy alakul. Most a másik, ő egy nagynénikém, aki Párizsban élt, Kepes Évának hívták, ő valamikor a magyar Alice-féle táncmozgalomból indult, aztán kikerült Párizsba, festőművész lett, ő a Cartier-Latemben egy kis manzárt szobában dolgozott, a földön volt a vászon, kora délután ébredt fel, madarak voltak körülötte kis kalitkában, tele volt madár maggal az egész lakás, és szürrealista képeket festett. Róla csak annyit, hogy egyszer még a Studio 80 című kulturális műsorban dolgoztunk, és akkor valami kis balhét követtünk el, és Acél György behivatott, ez néha előfordult, majd az idősebbekkel mondják a fiataloknak, hogy kiről beszélek, és akkor azt kérdezte tőlem, hogy maga melyik Kepes családból származik. Hát és akkor mondom, hogy Kepes György, a festő, a nagybácsikám, hát akire úgy gondoltam, hogy esetleg tudhat róla. Nem, Kepes Éva, az magának rokona. Mondom, aki Párizsban festő. Mondta, hogy igen, az egy gyönyörű nő volt. Úgyhogy aztán legközelebb, amikor Párizsban találkoztam a nagynénémmel, hát nála laktam általában, és akkor mondom neki, hogy emlékszik, hogy arra névre, hogy Acél György? Mondta, nem. Mondom úgy, hogy Appel György? Úgyse. Mondom, meg ki az? Hát mondom, ő most a magyar kulturális politikának a feje, gyakorlatilag Kádár után a második ember. Azt mondja, nem emlékszem rá, de találkozom, mert majd mondjuk, hogy nagyon nagy szeretettel gondolok rá, nagyon jól emlékszem. Na, hát tulajdonképpen, ha már eljutottam Acél Györgyig, akkor azt kell mondanom, hogy ugye volt egy nagyon hosszú időszak, amikor én kulturális és művészeti újságíróként is dolgoztam, és mindig az volt az alapkérletünk, nekünk legalábbis a stúdiónál is, hogy ne legyenek trendek, és ne legyenek olyan irányok a művészetben, amihez bárkinek föntről diktáltan ragaszkodnia kellene. És ha valami nagyon-nagyon tetszik ebben a kiállításban, az elsősorban az, hogy azt látom, hogy annyiféle irányzat, annyiféle gondolkodásmód, a művészetnek annyiféle megközelítése van itt jelen, és hogyha azok az emberek, akik ennyire különböző stílusban, különböző féleképpen gondolkodnak, ráadásul együtt tudnak dolgozni, és kölcsönösen tisztelik és megbecsülik egymást, és egy hetet kibírnak egymással, és ráadásul még a következő évben is összejönnek, ez egy olyan fantasztikus dolog, amiről azt gondolom, hogy példaértékű és mintaadó lehetne más kulturális és művészeti közegekben is ebben az országban, és most nem fogom részletezni, mert mindenki gondoljon arra, amire akar. Úgyhogy én nekem nagyon jól esik, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak. Magammal fogom vinni lelkemben ezeknek a képnek az emlékeit, és köszönöm, hogy eljöttek. Éppen azt mondtam Andrisnak, hogy ennyivel nem ússza meg, mert hogy egy icipici meglepetéssel készültünk. Te mondod el, vagy én mondjam el? Mondd el inkább te. Azt mondja, hogy mondjam el inkább én. Miután ez egy művészeti halpiac, teli vagyunk hallal. Hallatlanul sok hal található itt. Viszont egy vagy két kakukktojás is mindenképpen előfordul. Szeretnénk találni a közönségünkben egy olyan embert,
aki meg tudja mondani, hogy az itt lévő halak közül melyik valódi, vagy melyik lehetett valódi. Az, aki megmondja, hogy melyik a valódi, és bebizonyítja valamilyen úton módon, az kap egy könyvet, mégpedig Kepes András Tövis puszta című regényének dedikált változatát, amit itt helyben András fog dedikálni. Tehát keresünk majd egy olyan szemét, aki ezt a úgymond halat megtalálja nekünk. Addig is, amíg lesz egy jelentkező, aki kitalálja, hogy melyik az, kérek Önöktől 2 percet, bármilyen melegük van, és Klenyán Csabát arra kérném, hogy egy újabb varázslatot kövessen el, ez most merényletű, erről semmit nem tud. Éva, légy olyan kedves egy picit balra jönni, igen, róla Kleinékről van szó, és ott a hátatok mögött van egy kép. Csaba, néz oda, légy szíves. Azzal a piros labdával, almával, akár nem tudom én paradicsom. Mivel, paradicsommal például, Györfi András képéről van egyébként szó, egy másfél perces improvizációt szeretnénk tőled kérni, mert abban is nagyon jó vagy. Köszönjük szépen, megszólalt a kép.
hallottuk az összes érzelmet, amit belefestett Györfi András, és megszólaltattak Lenyán Csaba. A kérdés, hogy van-e valaki a közönségből, aki megtalálta a kakukktojást? Hölgyeim, András, csupa hölgy. Hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki kettőt is talált? Van olyan, aki kettőt is talált? Meg kettő? Akkor most mit csináljunk? Van, aki kettőt talált. Kettő? Megmondja, hogy melyik az a kettő? Elnézést, akkor valaki itten überelte önöket. Igen? Igen? Mindenki hallotta? Hallotta? Igen? Valaki még felfedezte ezt? Vagy a hölgynek van ilyen fantasztikus szeme? Igen? Hogy mind a kettőt látták? Csak azt látták, de hogy ott is van egy élő hal az akváriumban, akkor azt a hölgy látta. Hát akkor azt hiszem nem kétséges, hogy akkor öné az elsőbség. Hát ezeket az intim pillanatokat nem akarjuk meghallani, ugye, hogy András miket beszél a hölgyel, de nekem nagyon gyanús vagy, Tamás, még a nevedet is meg tudta mondani. Valószínűleg lobby tevékenységet folytattál. Hölgyeim és uraim, mielőtt bemutatnánk a művészeket, akik miatt ez a fantasztikus kiállítás van, egy dolgot el kell áruljak önöknek. Egész héten kapható volt Békésen Juhász Zoltán cukrászmesternek a Csuta szelet elnevezésű fantasztikus, mondhatnám, hogy álom süteménye, ami biztosan nem halízű volt, és abban is biztos vagyok, hogy nem csuta ízű volt, hanem valami egészen más, szóval mennyei. Úgy gondolom, hogy a nagy sikerre való tekintettel, ha már nem lesz ilyen forróság, akkor megkérhetjük Juhász Zoltánt, hogy az év további részében is forgalmazza a csuta szeletet, ezzel is még nagyobb reklámot csináljon a csuta családnak, Csuta Györgynek és a Nemzetközi Művésztelepnek. Tisztelt hölgyeim és uraim, most pedig megkérem Csuta Györgyöt, hogy mutassa be a művészeket, akiknek az alkotásai hallatlanul jó helyen vannak itt a Békés Csabai Jankai Galériában. Köszönöm. Hát ugye az én feladatom mindig az így a legvégén, hogy a művészeknek megköszönjem azt, hogy eljöttek, elfogadták a meghívásunkat. És akkor szeretném, hogyha, ahogy felolvasom névsor szerint a neveket, hogy kijönnétek. Négy szlovén művésznek hamarabb el kellett menni, ők már nincsenek itt, de úgy látom a többiek mindnyájan. Apáti Nagy Lajos, Adilo Valim, Bende Robert, Budai Mihály, Korvuszkora Robert, Lona, Erika Hoványi, Eszabó Zoltán, Farkas László, Gróf Zoltán, Györfi András, Hajdú Lídia, Horváth Hajnalka, Horváth Judit, János Mészáros, Jurik Pál, Korbe István, Kovács Károly, Kosak Katalin, Ludvig Zoltán, Páko Ariza, Radule Boskovics, Remete István, Ribényi Csaba Alfonsz, Slajf Sándor, Szőke Péter Jakab, Takács Mihály, Tarján Zsófi, Várkonyi János, Walter Gábor, Zajác Tamás, és végül, de nem utolsó sorban Zimmermann Kornélia. Köszönöm nektek, hogy eljöttetek, köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy ha élünk, jövőre is folytatjuk. Köszönöm. Tisztelt hölgyeim és uraim, sajnos ez a képzőművészeti halpiac mától
történelem, és annak bizony része a 23. csuta nemzetközi művésztelet is. Ha önök is akarják, a jövő le fogja győzni a jelent, és találkozunk jövőre önökkel, lehet, hogy nem ugyanitt, de mindenképpen a művésztelep zárókiállításán, 22 évesen, 24-szer. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak, remélem, hogy élvezik még egy darabig a halakat, élvezik a képzőművészeti alkotásokat, és hallatlanul jókedvel mennek innen haza. Köszönöm szépen!